A nyíregyházi sportcentrum kerekesszékes vívója úgy tervezte, hogy ha nem muszáj, nem utazik el a brazíliai versenyre, végül azonban úgy döntött, hogy bár jól áll a világranglistán, rajt hozzá São Paulóban. Ez jó döntésnek bizonyult, igaz, hogy át kellett utaznia az óceánt, de végül egy világkupa ezüstéremmel tért haza a tengeren túlról Tarjányi István. Ez is egy nagyon távoli verseny volt São Paulóban. Nem is inkább a körülmények, hanem az a hosszú utazás, tehát az engem nagyon megtörés, elfáradok tőle, tehát ilyen 13-14 órát repültünk, akkor előtte 10 órát várakoztunk Isztambulban átszálláskor, úgyhogy ez nagyon fárasztó, de a körülmények azért jobbak voltak, mint például Tájföldön. Jó volt a szálloda, jó volt a versenyhelyszín, egy kicsit a transfer az hagyott némi kívánivalót maga után, de összességében kárpótolt az ezüstérem, amit sikerült megszereznem. Az első körben kiemelt voltam, tehát csoportot nem vívtam, hanem utána a táblán az első körben kiemelt voltam, és utána a 16-ban már így azonnal bekerültem, és akkor így szépen meneteltem a döntőig. A döntőben végül a nagy rivális Lengyel Castro ezúttal jobbnak bizonyult a nyíregyházi sportolónál. Pákei Béla nem kísérte el tanítványát, de a technika segítségével nyomon követte a csörtéket. Mint elmondta, István végig fegyelmezetten, a megbeszéltek szerint vívott, és bár nagy volt a csábítás, nem vonultatta fel teljes fegyvertárát, így maradt tartalék Párizsra. A paralimpián indulók névsora csak a jövő héten lesz hivatalos, de mivel Tarjányi István mind a rendes, mind a kvalifikációs világranglistán a harmadik helyen áll, biztos indulónak számít. Nagyon komoly két év áll mögöttünk. István nagyon-nagyon jól kezdte a kvalifikációs időszakot. Világkupát nyert, EB ezüstérmet nyert, utána volt egy kis holdpont, de hát ez természetes minden versenyzőnél van, és a végére, a kvalifikáció végére az utolsó versenyeken megint stabil élemszerző volt, és ezzel biztosan kvalifikálta magát. Most némi pihenő következik, majd elkezdődik a felkészülés a paralimpiára, ahol a kard mellett párbajtőrben is indul a nyíregyházi vívó. Júliusban még rendeznek egy világkupa versenyt Varsóban, az ottani indulásról edzőjével közösen dönt majd a sportoló. A paralimpiai játékokat augusztus 28-a és szeptember 8-a között rendezik Párizsban.